Szok, ez itt egy újabb kibeszélő Szabi Laci és Peti van itt veletek. Sziasztok, sziasztok. Na, hát folytatjuk a szurkolói tévhites gyűjteményünk letarálását. Ugye a múlt héten elkezdtünk egy kisebb adaggal, nem tud itt lenni velünk, most Józsi meg Ádám sem, hárman vagyunk, de ezzel sem lesz probléma. Laci, mi maradt a listánkon? Figyelj, a listánkból igazából még több maradt, mint amin átmentünk. Uh -huh. De kezdjük is azzal, hogy. Az elmúlt heti videóinkban már párszor céloztunk rá, és hát igazából megemlítettük azt a történelmi tényt, hogy 2009-ben betiltották a szezonközi tesztet, és sokak szerint azóta előjött a pilótákba az a fajta képesség, hogy ők milyen fejlesztő pilóták. Uh -huh. Például, hogy mondjak rá egy példát, azzal, hogy Raikönen tavaly Monza után kitették, lényegében elzárták a tesztelési lehetőségek elő a ferrari a Ferrari azonnal félre is fejlesztett sőt, mivel télen rájkülne nem volt ott a ferrari ezért belementek ebbe az alacsony leszorító erős fostalicskába, mert hát nem volt ott egy tapasztalt pilóta, aki fejlesztői képességével meg tudta volna mondani, ti hülyék, hát leszorító erőt rakjatok az autóra. És akkor a téfit, vagyis a, az ellenőrizendő állítás az az, hogy létezik-e olyan, hogy fejlesztő pilótai képesség? Na, srácok, hát ez egy nagyon érdekes téma egyébként. Őszintén szólva, mivel sem érnök nem vagyok, se, semmilyen formát közeli, azon kívül, hogy nagyon rajongok érte, és imád a közeget, az embereket és a versenyzést. Szeretem azt hinni, hogy valóban léteznek ilyen pilóták, akik jobban fejlesztenek a másik, viszont alátámasztani semmivel nem. Azok, a, azok az alátámasztásokat most hallottunk az előbb, hogy fúha, akkor akkor mentek félre, meg amakkor mentek félre, ez, ez nem egy emberen múlik, hanem a csapaton. rosszabb tudja, hogy pontosan mi térben. Úgyhogy valószínűleg tényleg bízom benne, hogy vannak pilóták, akik többet, meg jobban tudnak visszajelzni a csapatnak, stb. De ekkora hatása legyen egyetlen egy darab pilóta, nem tudom meg. Én is hasonló állásponton vagyok, mert én úgy gondolom, hogy ugye egész évközben van a hat darab előszezoni tesznap, és még van kettő darab, kétszer két nap a szezon közben, és ahhoz képest pedig töménytelen mennyiségű fejlesztést hoznak a csapatok a pályára, amin először ugye átmegy a, a CFD-s mérnökön, utána a szélcsatornás mérnökön, sőt, még előtte, még bocsánat, előtte még a szimulátoros pilótán, aki általában ugye külön emberke, és szegény Csovinánzit is két évig ott nyüstölt a Ferrari, mielőtt valós autóba ülhetett volna. Úgyhogy egyetértek, hogy rengeteg emberen átmegy, mielőtt odaér az adott alkatrész magához, a versenyzőhöz, aki hát ugye utána vagy azt mondja, hogy jó, vagy az, hogy nem jó, szerintem. Tehát ez, ez, ugye ez nagyon fekete fehér az igazsághoz. Hát ugye én, én maradtam, és az a helyzet, hogy létezik fejlesztői pilóta szerintem, csak nem abban a definícióban, ahogyan ez az állítás úgy általában szereti megfogalmazni. Tehát nem úgy, hogy akkor most Rijkönen nem volt ott, kizárták a tesztekből, és onnantól a Ferrari-nak szervusz. Nem, viszont olyan fejlesztői pilóta van, akinek pontosabbak, jobbak a visszajelzései, de ezt úgy értsétek, hogy nem úgy, hogy most, mit tudom én, alonzó ökörségeket beszél a Rosberg, meg nem, most mondtam egy példát, hanem, hanem úgy, hogy vannak pilóták, akik tudatosan dolgoznak önmagukkal, ismerik a saját vezetési stílusokat, és nagyon pontosan tudnak visszajelzést adni arról, hogyha valami az autón nem úgy viselkedik, ami az ő stílusához illik. Értsd jól, nem azt a visszajelzést adja, hogy figyelj már bélám, nincsen az első ö, tengelyen elég tapadás, nem tudom betenni az autó orrát, hanem azt mondja, hogy az első kanyarban a féktávon, ahogyan lepakolom 8, 7, 6, 5, 4, 5 és 4 között, ahogyan pakolom, az valahol nem tudom én, mondok egy hülyeséget, fékezésnél ott lehet, mit tudom én, 130 és 170-es tempó környékén. Ott az autó egyensúlya egy nagyon picit megbicsaklik, ellen kell tartanom, nem tudom úgy helyezni az orrot, lecsúszok állandóan a csúcspontról, nem akarom előbb se kezdeni, mert nem stílusom légy szíves, az első szárnyra mit én kettő klikkel próbáljunk meg többet tenni, vagy ha az se segít, akkor kellene nekem egy olyan első szárny, ami egy kicsit több leszorító erőt generál. Érted? Tehát hogy, tehát, hogy ilyen szintű különbségekről beszélgetünk, és ez leginkább kommunikáció és önismeret kérdése. És vannak azok a pilóták, akik ezt nagyon-nagyon jól tudják csinálni, és vannak azok, akik így nem. Szenna sokáig olyan pilóta volt, aki nem is tesztelt minden tesztet Prost csinált, aztán ő beült, megkapta Prost beállításait, és kész. Ennyi. Ő csak később kezdett el nagyon komolyan foglalkozni azzal, hogy visszajelzést adjon, olyanra alakítsa az autót, amire ő szeretné. Tehát nyilván érdekelte őt nagyon sok minden, de nem az autó, az autó beállításaiban eleinte nem jeleskedett. Igen, csak ugye ez az autó beállítás, nem a fejlesztése. Olyan szempontból hozzá Tartozik egy kicsit, hogy ha nem tudod az autódat a stílusodhoz beállítani, akkor segítened kell a mérnököket abban, hogy neked mire van szükséged. A mérnök meg utána nekiáll valami olyan alkatrészt gyártani, amivel a te stílusodhoz közelebb kerül az autó, de mondjuk lehetőleg nem lassul. Ugye ez a nagy trükk, hogy a Ferrari tavaly így járt, hogy ha több leszorító erőt tettek volna az autóra, annyira más volt a koncepció, hogy az egész borult volna a francba, még lassabbak lettek volna, mint egyébként. Lehet, hogy Fettel baromi jól érezte volna magát az autóban, csak még hátrább lett volna. Igen, csak pont én is ugyanígy Fettelt akartam felhozni, hogy télen csinálgatták, egészgették maranello azt az autót, de a pilótáknak semmi beleszólásuk nem volt szinte, esetleg néha egy kicsit ott vezetgettek, de most, hogyha Fettelnek megmondták volna, hogy figyelj csak már, Sebastian, erre az autóra, mi nem raknánk leszorító erőt, hát Ausztráliában kopaszon jelent volna meg, mert kitépte az összes haját. Azt nem tudjuk, hogy ott mi történt Melbourne és Barcelona között, szerintem egyébként nagyjából semmi, csak becumizta a Ferrari azt, hogy nagyon jól nézett ki a téli tesztelés, és utána Melbourneben jött a keserű pirula, amikor a Mercedes elkezdte használni is az autóját, és így hups, Hát ez a koncepció, ez így <laughs> nem működik. <laughs> nagyon jó. Igen. És utána ott volt neki kettő világszínvonalú pilótájuk, akik nem tudtak egy jó konstrukciót kihozni belőle, mert ugye nem tudtak fejleszteni. Nem, ez. Igen, csak ez, ez nem stimmel. Tehát nyilván a pilótának tényleg fontos az, hogy a saját stílusára szabja az autót, de olyan, hogy <kül> tényleg olyan nincs, hogy, hogy fejlesztő pilóta. Mármint abban az értelemben nincsen, amilyenben a közvélemény szereti emlegetni bizonyos pilótákat. Még azok sem, hogyha belegondolsz, például Peti is lehet, elnékszik rá azért, például McLarennél voltak olyanok, hogy egy évtizedik teszpilóták. például ott volt De La Rosa. Woods. Oh, vagy a Honda Davidson több éven keresztül. Igen, tehát ők végig teszpilóták voltak. Még bennük se alakulhat ki valami hasonló? Nem hiszem, mert a, te, a tesztpilótát akkoriban arra használták, hogy amit kitaláltak a szélcsatornában, azt kivitték a tesztpályára és ellenőrizték. Egy kellően gyors pilóta kellett, aki, aki azt a hasonló tempót tudta hozni, ami, amivel már tudták validálni, hogy na, amit mértünk a szélcsatornában, az kijön a pályán is. Fasza. Tehát nem nem gondolom. Adott ő is, tehát nyilván a tesztpilóta is ad visszajelzéseket, és a, a minősége nagyon fontos, de alapvetően jó, ha, ha így akarjuk nézni, akkor nevezhetjük fejlesztő pilótának, de, de az, hogy önmagában valaki akkora hatást gyakorol, mint amit szeret állítani a közvélemény, az, az biztosan nem stimmel. Ugye ezt úgy lehetne elképzelni, hogy a fejlesztő pilóta az az egy elég mély mérnöki vénával is rendelkezik. Hát Köszönöm. az kell, de az ma már alapkövetelmény egy Forma 1-es pilótánál. Amin én gondolkodtam egyébként, hogy mondjuk egy 40 évvel ezelőtt egy laudát sokkal inkább lehetett volna annak nevezni, így gyakorlatilag összerakta a kocsit, vagy hát nagyon sokat segített. Mai napon ez szűkült ez a különbség, nagyon más, ahogy a Forma 1 kerülnek a pilóták. Amint gondolkodtam, hogy Szabi beszélt itt a beállításokról, hogy mondjuk um, javítsatok ki a ökörséget, mondok meg köztévés info, de a ingyen nem pont erről beszéltek, hogy Fersztappen meg Gászli között az volt a különbség, hogy az egyik közölte, hogy hát a kocsi olyan, amolyan, tök jó, tök rossz, másik meg elmondta, hogy itt rossz, itt rossz, az rossz, stb. Hát ugye ott az volt a gond náluk, hogy Gászli egyszerűen annyival rosszabb volt, tehát egy másodperccel körönként, hogy a hogyha a Red Bull elindult a két irányba, mondjuk a Hungaroringen elindul mondjuk Verstappen egy közepes leszorító erő felé, Gasly meg egy, egy majdnem függőleges beállított szárnyak felé, Gasly annyival gyengébb volt, hogy az ő általa szerzett adatok Verstappenre nem voltak relevánsak. Aha, jó, csak volt egy ilyen mondat konkrétan. Ez igaz, viszont az, azt el tudom képzelni, igen, hogy, hogy First sokkal pontosabb visszajelzéseket ad a Red Bull mérnökeinek, mint Gasly. Tehát ezt simán el tudom képzelni. És ugye ez kicsit megcáfolja az előzőleg felállított elméletemet, miszerint azért a mai pilóta, nem is tudom, felhozatal az jóval-jóval erősebb, meg magasabb színvonalú, hát mindig akadnak kivételek. Na. Jó, hát akkor szerintem zárjuk is, mert még van egy ennél nagyobb témánk, hogy akkor azt mondjuk, hogy a fejlesztői pilóta nem egy téfi, csak félre van értelmezve. Én azt gondolom, igen. Tehát, hogy félre van értelmezve. Aha. Oké. Okay. És akkor ugorjunk át egy picit régebbre, amikor a tesztpilóták, az előbb emlegetett tesztpilóták fénykorukat élték, méghozzá 2000-es évek elejébe, amikor minden szabad volt, azt csináltál, amit akarsz, volt tankolás, volt gumi háború volt V10, szabálykönyv felekkora volt, és hogy ennek a szabálycsomagnak a visszahozatala sokkal jobbá tenni a Form 1-et most. Hát ez egy szartos... uh, oh. <gül> <gül> Jó, igen, igen. Jó, hát akkor ugorjunk neki, nézzük csak. Tehát ha beszélünk most itt a tankolásról például, igen, meg a, a fejlesztést, vagy tesztelési lehetőségek, a tesztelési lehetőségekről, a gumiháborúról. Igen. Hát nagyjából úgy ennyi, mert többi az olyan jelentéktelen, hogy mondjuk hány órát dolgozhat egy szerelő az autón egy nap. Hozok elsőre például a tankolás példának, mert azzal jön mindenki állandóan vissza, hogy az mennyivel jobb volt. A tankolás az annyit tudod szerintem hozzátenni egy-egy versenyhez, főleg, hogyha már az időmérőn is annyival kellett, mennyivel rajtoltál, hogy legalább az elejének egy kicsit megkavarta a sorrendet, és utána egy olyan futam alakult ki, aminek amúgy így is úgy is volna a végeredmény, de legalább izgalmasabbnak tűn. Viszont cserébe a boxban volt majdnem minden előzés, kik átugrások voltak, kinek milyen hosszú szintje volt, erről szólt az egész. Gyakorlatilag ebből szempontból szem, szem, még unalmasabbá is tette az utamokat, és hát nem is tudom. Tehát aki, aki most az idő megszépíti az emlék. Én mostanában néztem vissza pár futamot, és igazából azt néztem, hogy szerintem se tenne sokat hozzá a tankolás, sőt igazából egy felesleges elem lenne. Viszont 2006-ba volt egy olyan szabály, szerintem csak abban az évben, hogy a Q3 legelején már bele kellett tankolni azt az üzemanyag az mennyiséget az autóba, amivel rajtoltak. És arról szólt a Q3, hogy az is 20 perces volt, és üzemanyag égetésről szólt az egész. Jaj, az. Meg... Olyan 4-5 gyors köre volt mindenkinek. És, és az az ténylegesen izgalmasabb volt sokkal, mint a mai, ahol ugye mennek egyet vagy kettőt szétlövésként. Tehát az a leg, legundorítóbb pazarlás volt a világon, amit valaha Hát igen, ugye, hogyha ilyenkor már előjön belőlünk a környezetvédőjén... A kis, kis, kis a... karbonsemlegesség befigyel! A világos, tehát ez egy kicsit túlzájú, de ez, ez, ez undorítóan sok. Értelme nincsen gyak. Ott ugye autóként egy 10 15 liter az így kirepült a kipfogón, csak azért, hogy, hogy elmenjen de látványosságra látványos volt. Ennek a szabálynak úgy lehetett volna esetleg értelme, hogyha azzal a üzemanyag van a rajtod, amennyi maradtak. Mm, nem, ezekkel nem kell. Tehát az a helyzet, hogy sokan előjönnek ezzel, hogy szabadfejlesztés, gumiháború, tankolás. Na, elmondom, e, e hogy akkor ez... ez. Ja, is közben egyébként nyilván mindenki azért kampányol, hogy izgalmasabb, meg túl nagy a merci előny, meg, meg egyébként is több előzés kéne, testesteleni csatákat akarunk. Na, hát akkor, welcome to the real world, mármint, hogy így, úgy nem tudom, a 70-es évek óta, amióta elkezdődött egy komolyabb aerodinamikai forradalom a Forma 1-ben, egyszerre szabadfejlesztést és szoros meccset nem fogsz látni soha a büdös kurva életbe. Micsoda, hát ott volt 2010. Igen. És? Volt tankolás? Nem. Hát de volt szabad fejlesztés. Volt gumi háború? Nem. Volt Bristol és kész. Meg a akkor ott volt 2006, hát Alonso már akkorákat meccselt. De hogy volt. <laughs> Az pont akkor a meccs volt, hogy a San Marinoin kívül egyetlen egy testesteleni meccset nem tudsz mondani kettejük között. Hungaroringen találkoztak. E, igen, amíg Alonso kívülről megalázta Sumárt. Igen, addig. Arra a három másodpercre. Aztán mindketten kiestek. Tehát az a nagy helyzet van, hogy ez nem lehet. Ezt, ezt megpróbálták az amerikaiak a nagyvíz túloldalán, hogy nincs szabály, azt csinálsz, amit akarsz, gyerünk hadd menjen. Ez volt a Kenem sorozat, amit ahogy kell, és higgyétek el, hogy pontosan az történne, ami most is. Meg, megjelent egy nagy autógyár, Porsche végtelen mennyiségű pénzzel, tudással, akarattal megszülte a 917 per 30-at, ami gyakorlatilag tönkretette az egész sorozatot a francba. Nyilván az évi, nem tudom, körülbelül 5 halálos baleset se sokat segített a sorozaton. Nem élt sokat, ha jól emlékszem, maximum 10 évet a Kenem, és el is tűnt, és azóta sem akarja előhozni senki nem volt semmi szabály, azt csináltál, amit akartál, a 70-es évek elején a 917 per 30 1200 plusz lóerőt adott le, ami akkori gumiteknológiával, mert akkori aerodinamikai tudással, hát képzeljétek el, hogy az mit jelentett. Én a fékeket félteném. Hát az meg a másik, hogy fék se nagyon volt hozzá, de hogy így tudod, tehát, hogy nem volt se aeród, se mechanikai tapadásod, se féked ellenben volt egy viszonylag könnyű autód, meg kibaszott kurva sok erőd. Na most, tehát, hogy ha most ez történne, itt, hogy akkor szabad fejlesztés, és azt csinálsz, amit akarsz, akkor a Mercedes, Ferrari, Red Bull építene körülbelül egy ilyen Red Bull X2010-et, így a Gran Turismo-ból, a többiek meg próbálkoznának, és ember már nem nagyon tudná vezetni azt, mert fizikailag nem is biztos, hogy elbírnánk viselni azt a azt a tempót, amit azok az autók tudnak, tehát nem, ezek, ezek szép, és... ez szabja, akkor, akkor pont, hogy kijönnének a pilóták tudásai. Nem jön neki, mert belehalna az első féktársba, baszod. Tehát, hogy <laughs> első... Mindenki úgy vezeti, ameddig elbírja a szervezete. Á, kiváló, nagyon jó, nagyon jó, tehát na ne, 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 ne. Én kladiátorokat akarok látni ott a küzdőtéren, hogyha már kifizettem azt a mocskos drága jegyárat. Így van, Fox is, csak nem így. Tehát, hogy nem, ez, ez nem. Én nagyon. Az idő tényleg jól mondta, Peti, az idő nagyon megszépíti egyébként a dolgokat. Mindig volt, van és lesz óriási különbség az autók között. Teljesen mindegy, hogy szabad fejlesztést csinálsz-e vagy sem. Annyi, hogy a szabad fejlesztésen el, elrúgod a francba a költségkeretet a legtöbbször, és az is onnantól megint a nagy autógyáraknak a malmára hajtja a vizet. Úgyhogy nem, ez, ez abszolút 118 millió csiliárd százalékban tévhit. Ez nem segítene semmit. Hát ugye a héten most belemerültünk a gumisügyekbe, a gumiháborúra háborúra kitéről. Mindenkinek ajánlom nézzen bele. Jelenleg az LMP2 a legmagasabb kategória, és inkább a leggyorsabb kategória a világon, ahol van gumiháború. Az idei az utolsó, ezután a Gudgyír kiszáll, mert eddig ott a Mistel és a Gudgyír betegedett egymással. És szerintem nem meglepő, hogy senki nem hallott róla semmit, mert mind a kettő cég a tökéletesség egyébe ugyanazt a terméket állítja elő, mert ott mi kell? Egyenletes teljesítményt adjon le, nagyon sokáig. Uh -huh. Most a forma 1 be ugyanezt csinálnák. Ki lenne számolva, ha, hogyha nincsen tankolás, akkor pontosan olyan gumit gyártanának, ami a futam felét bírja ki. Ha van tankolás, akkor olyan, hogy gumit gyártanának, ami a futam egyharmadát bírná ki. És nem lenne, nem lenne, választék. Onnan jönne az izgalomfaktor, hogy esetleg valamelyik gyártó elrontja a termékét, és, és ezért látványosan hátrányba kerül a másikkal szemben. 15 éve miért volt lát? Mert nem volt az se, tehát 15 évvel ezelőtt volt körülbelül 2005, és nem körülbelül, hát pont-pont az volt, <laughs> én is fáradt vagyok már. Akkor volt 2005, és volt összesen három csapat, amelyik Bridgestone-t használt, a Ferrari, a Minardi, meg azt hiszem talán a Jordan, tehát így tulajdonképpen a jordan és a minardi így a kukába, mert nem sokat értek az adataik. Tehát a Jordan és a, Min a, jordan és a Minardi lényében azt kapta meg, amit a Ferrari-ra Ferrari Ferrari fejlett, így van. De akkor menjünk vissza még egy-két-három évet, tehát amikor úgy tényleg... De az se volt jó, figyelj, 2003-ban óriási botrány volt abból, hogy a Michelin gyakorlatilag szélesebbre kopik, mint amit engede a szabály mind az első, mind a hátsó tengely, ahogy kopik, úgy lett egyre szélesebb a kerék. Ebből óriási botrány volt és balhé, és jöttek, én emlékszem annó, jöttek ezek a dolgok, is, hogy mi, kell lesz, hogy nézd meg az egyik, betalál a gumival a másik, nem, nem lehet meccset nézni, nem. mi mert használja mindenki ugyanazt a gumit. Most ugyanaz a gumi van, hallod, ez egy gumiháború. Tényleg, Erre ez még nekem Igen, is megjön. nincs. Tehát, tehát ez egy... Ott be is tiltották a Michelinnek azt a megoldását. De nem arra az évre, ha jól emlékszem. De 2003 volt belettiltva. tiltva, be títhva, tudom, de csak 2004-re. Én úgy emlékszem, hogy azt még végig versenyezhették, és a Bridgestone-nak meg kellett utána kicsit fejleszteni, hogy valamit még érjen a Ferrari. Na mindegy, tehát az a helyzet, hogy így nem lehet. Tehát a, a forma egy már 60-70 éve ugyanarról szól, mindig ami van, az szar. Igen, ja, hát ha belegondoltok, ja. a tankolásra ugye. Régen minden jobb volt, és, a, és ez, ez így volt. Persze, tehát nézd meg. 2003-ban mindenki az, hogy bezzeg a 90-es években, hallod, az milyen király volt, hallod, 2010-es évek, oly hallod, a 2000-es évek eleje, az volt az igazi. Üvöltő zel meg éj, az volt az igazi, ez már szar. 2020... <gül> <gül> már 2010 is jó volt. Tehát így nem lehet gyerekek. Tehát a legrosszabb, amit tehet a Liberty és az FIA, hogy elkezd egy olyan méretű közönséget kiszolgálni, mint a Forma 1 -jé. Mert valójában sose lesz jó semmi. Ezeknek már Isten bocsássa meg, de ez mindig így van, és ez nem, ez nem is a Forma 1-es rajongóknak szól, hanem a nagy tömegnek. A nagy tömegnek nem tudsz normálisan nem is tudom szabályt gyártani, meg ilyenek, mert a szar se elég büdös. Tehát mi marad? Az marad, hogy kitalálod, hogy mi a túrót akarsz te csinálni azzal, hogy forma egy, adsz neki egy definíciót, hogy mit jelent számodra, és megpróbálod eladni. Mert, mert ha megpróbálod azt, hogy kedvére teszel az F1-es közönségnek, vége. Csapatokat megpróbálod, vége, mi történik egy ilyen meetingen, beül Totó Wolf, Binotto, Horner, Horner meg beülnek a többiek. Hát az a... már csak töltelék, te is tudod. Így van, pontosan. Tehát egy ilyen meeting az körülbelül úgy néz ki, hogy Mercedes, őrizzük meg a státuszkót, nekünk az pont jó. Ferrari, mi már kurva sokat öltünk abba, hogy megpróbáljuk utolérni a Mercit, most már ne változtassatok. Red Bull, mikor mi? Force India, mit mond a Merci, azt mondjuk mi is. Ház, mit mond a Ferrari, azt mondjuk mi is. Tororoszó, mit mond a Red Bull, azt mondjuk mi is. Williams, lehetne olcsóbb? Igen, ez tökéletes leírás, gyakorlatilag. Tehát, tehát e, e, nem, se a közönség, se a csapat ne pofázzon bele abba, hogy mi lesz a formáj. Azt eldönti az FIA meg a Liberti. Kész. Nekünk aztán vagy tetszik, vagy nem. De ez a fajta káosz, hogy mindenki belepofázik, mindenbe döntés meg nincs, ez a lehető legrosszabb. Tehát, Szabi, azért te is tudod, gazdasági érdekek határozzák meg az egészet. Most, hogyha azt mondja, valamelyik, gondolj bele, hogy hát belefogy, ez... például most van négy motorgyártó, abból ugye a Mercedes lehet, hogy, hogy, kiszáll, ez ugye rémhír, vagy, vagy kacsa az egész, kiszáll. Tegyük fel, hogy a Renault is azt mondja, hogy hát most basszátok meg, évi 150 milliót elköltünk erre, abból mennyi csigát, meg bagettet főzhetnénk. Mi is kiszállunk. Mm -hmm. Ott van, ott van a Honda, aki már csak azért is bajnok lesz, mert hogy a Ferrari az örök második mostanában, amint bajnok lesz, kiszáll, és akkor ott marad a Ferrari. És még úgyse lesznek bajnokok. És, és, akkor elveri a Williams <laughs> egy, egy, mit tudom én, Flintstone autóval. Hát, na igen, tehát vannak problémák, majd meglátjuk, hogy ebből mi fog jönni, de még egyszer mondom, ez a fajta, ez a fajta nem is tudom, Kedvenc gumicsont, hogy akkor majd szabadfejlesztéssel, meg gumiháborúval, meg mindennel, majd, majd, majd megint visszajön az aranykor, és minden szép Nem, nem lesz szép. Csak meg kell nézni tényleg, már a 70-es években is azt írták, hogy na, ja, most már mindent az autó dönt el, oh, hallod, ez már szar. Mert hogy nekik a 50-es, 60-as évek versenyzése volt az igazi. 80-as években jó eséllyel, onnan nem láttam annyi cikket, jó eséllyel ez volt, hogy olyan 70-es évek milyen király volt, ez már szar. 90-es évek, ah, ez már szar, de a 80-as, 70-es, az milyen király volt. Ah! És most ugyanez van, tehát nem változott semmi valójában. Még mindig összesen milliárdos megtekintéseket generál egy Forma 1 szezon, és még mindig az van, hogy a múltja Szép, a jelenje szar, jövője meg nincs is, ezt sokszor elmondom, és el is fogom mondani, és ehhez képest virágzik. Ez van. És az nem is formális specifikus, ez úgy minden. Során Persze. Persze. Hogy a viharban? Ez e? do... e Ezek mi vagyunk. Ez, ez mindenre. Így van. Bár nem tudom, az indikárból még nem hallottam sok ilyet, hogy ó, oh, bezzeg a 70-es években mennyivel jobb volt az indikár. Nem tudom, indikárban nem vagyok otthon, de az embernek van egy ilyen nosztalgia faktor, amire a sikerül ráülni, akkor akkor ja, az annál persze, kedvesebb az élményeid nincsen. Tudjátok, hogy ez hol nincs csak abszolút? Na, a MotoGP-ben. Fú, ott nem is tudom mérni. Hát de ott nem is változott, ott nem, hát mert ott nem nagyon változott a technika gyerekek úgy összességében. Persze fejlődtek a motorok meg, gyorsabbak, erősebbek lettek, meg jobb lett a gumi ö, technológia is, tehát jobbak a keverékek, nagyobb teljesítményt tudnak leadni, úgymond jobb a tapadás, de valójában nem változott semmi. Tehát ugyanúgy motor, ugyanúgy ráülsz, bedöntöd, ugyanúgy nincs benne, tehát nincs benne, nem került bele aero ez a helyzet. illetve nem igaz, igen. mert most már ugye ott vannak a, most, a most vannak a, most vannak ott a wingletek, amiket ugye rögtön el is kellett kezdeni okosan szabályozni, mert már jelezték, hogy már sokkal nehezebb követni egymást, mint korábban volt, tehát azzal csinyán kell majd bánniuk, de egyébként úgy összességében egy olyan aerodinamikai forradalom egy MotoGP-ben nem is feltétlenül lehetséges, mint ami átment egy egy négykerekű autósport. az a helyzet, hogy az aero fejlődése se volt semmi baj addig, amíg hát minket használtak a ground effectet. <laughs> és olyan volt a, a, padlólemez. addig nem volt gond az aero fejlődéssel, nem panaszkodtak a pilóták arra, hogy a turbulens levegő, tehát a villeneuve nem nagyon hallottam arról panaszkodni, hogy te a turbulens levegő miatt egyébként, nem tudom követni azt a nyomorút Renault-ot előtt, te nem tudom. Nem. Hát mert pályán kívül, vagy valahogy megelőzte, aztán meg kiesett. Jó, de tehát, hogy nem, nem ment erre a, a, nem is tudom, idézőjeles rinyálás, hogy ó, nem tudom követni a másik, erről nem volt szó. Hát vagy csak nem hozták Csang... ki a pilótákból. Mert most belegondolsz, már csak azért is tudnak a piloták orral, hogy mondjon valamit. Na jó, de ezt most érted, ezt megtették már a 80-as években is. Az más kérdés, hogy mi magyarok ebből nem láttunk nagyjából semmit, de amúgy megtörtént. De mondjuk ez is rengeteget változott, hogy ma már azt is tudjuk, hogy mikor ment ki ére, akkor meg elég kevés. Hát igen, most... Ez igaz. Fú, most azért én akkor átrögtem, amikor érted, lehozzák, nem is tudom, szerdán délbe, hogy ezt meg kell nézni, Hamilton Justin Bieber zenére táncol az autójában. Hát én, én mentem, megfejeltem a falat. Hogy, hogy... Hát ez, ez, már, ez, már egy, ez már egy nagyon távoli téma, srácok, és erről órákat tudnék rentelni, hogy miért vagyok nagyon mérges arra, hogy én 19 órán keresztül közvetítem a Daytonai 24 órás futamot, míg nem tudom, az autósport lehozza, nem az autósport mondjuk pont nem bulvárosodik szerencsére, de egy tetszőleges motorsport oldal lehozza, hogy nem tudom én hova szart és így a teljes munkámat zárójelbe tette. Na mindegy. Ez egy személyes fájdalmam, és erről mondom, órákat tudnék rendelni, hogy miért is gond ez, de nem teszem. Maradjunk annyiban tényleg ezzel a második témával szerintem, hogy ezt így elengedhetjük. Tehát, hogy ez egy, ez egy tévhit, ez nem fog így működni. Rendben. Oké, okay. már demás. Laci neked? Nekem is egyértelműen, tehát én. Én hiába abban nőttem fel, nem, abszolút nem kívánom. ha viszont. belegondoltak, ugyan, ami megszépíti még az a sok, nekünk magyaroknak a sok palikos kikelés, meg ez az, az elképesztő ordibálás, no. mennyire nem értett hozzá a csávó, Hi Na, no, az például Oké, hangulatteremtésnek mennyire nem értett hozzá a csávó. A... De ez nem volt, tehát, hogy, de ez nem volt gond, érted? Palik László a mi Mari Walkerünk. Jó, de érted, ma meg szétkapnák a kommentelők a második hülyeség. Ez így van. Kivétel palikot, mert őt ismerjük. Ő már legenda. Igen, de ha nem ismernék, és Igen, is az, csinál, az kész, annak vége, az, az, az ott helyben eláshatja magát, és nem hogy mikrofont nem látszó többet, hanem stúdiót. Se. Tehát, <laughs> teljes mértékben igazad van egyébként. Figyeljetek, csak egy kicsit egy másik példa, hogy, hogy ma mennyire nehéz ezt csinálni, meg mennyire igazad van egyébként Peti ebben, más, ö, más iparág, de annó az új Dúmot négy, négy évvel ezelőtt nem, öt évvel ezelőtt vetítették le, illetve mutatták meg teljesen zárt közönségnek a kvékkonon, és nem tették ki teljesen nyilvánosra, mindenkitől befelemenet elvették a mobiltelefont, a tabletet, a mindent, mindenkivel azt hiszem nagyon szigorú NDA-t írogattak alá, nem tudom, mindenféle volt, az Istenél nem szivárgott ki onnan semmi, amit a mai napig nem hiszek el, de így volt. És utána megkérdezték a játéknak a producerét, hogy te egyébként miért nem tettétek nyilvánossá a bemutatót. Azt mondta, hogy mert arra még nem áll készen, hogy kikockázzák és széttrollkodják. Hm. És ez, ez szerintem jól mutatja azt is, hogy tökéletesen igazad van Peti. Most beülne valaki a Palik-Laci-féle stílussal, kész. A futam alatt visszavonulna örökre. Dávid Sándor kommentátornak. Jó, lapai egy legenda megint. Attól függetlenül, hogy finoman szólva is megosztó a stílusa, attól függetlenül lapaja egy legenda a hazai autósportban. El kellett kezdeni. Így van. Ő volt az egyik úttörő itthon. ő, tehát ö, még ugye írásos formában kezdte, amikor... Bizony. És akkor utána jött be az, hogy évente egy-két futamot közvetített a magyar tévé. Igen, és még, és még akkor sem, még akkor sem a sajátunkat, amikor már volt. Még akkor is azt hiszem, a monakói meg az osztrák nagy láttuk rendszeresen. <laughs> Úgyhogy már sajátunk is volt. Na mindegy, ez, ez szerintem már egy másik téma, és megérdemelhet az ott esetben egy külön kibeszélőt, hogy hogyan nőtt fel a... a hát nem a motorsport, mert ne túlozzunk, nincs nagy kultúrája sajnos itthon. Hogyan nőtt fel a forma egy itthon, inkább így. Lehet róla szó. Na, Viszont még utolsó nagyon gyors témát én bedobnék, ez a, a tipikus futam utáni megsértődött szurkolónak az írása, hogy a mostani volt az utolsó futam, amit én valaha megnéztem, soha többet nem nézem ezt a szart. Ezt ugye mindig elolvassuk, és ugye kijött a statisztika formá formai nézettségéről, és ott volt benne az a mennyi ilyen 120 milliós csökkenés a nézettségben 15 év alatt. Hát az a, nem tudom én, összesen nem tudom, valami 55 milliárdos ö, megtekintést szokott produkálni egy-egy ilyen szezon, de lehet, hogy most egy kicsit so olyan, nem, olyan nem sokat... Nem, nem mondtam sokat, mert összesen... 2 milliárdot. Nem, ne hát tényleg? Hát belegondolsz, 100 millió néznek hmm. egy futamot. Én ettől... Ja, de lehet, hogy... Várjál, lehet, hogy én, lehet, hogy én ilyen 15-20 éves távlatba gondolkodtam. Aha. Bocs. Na, de... Tehát, Mondjuk az a 120 milliós visszaesés, mennyit mondtál, mennyi idő alatt? 12 év alatt. 12 év alatt mondjuk milliárdos nagyságrendről beszélgetünk, abban a milliós, az a pár millió az, az abszolút hiba határ, még a pár tíz millió is. De nem, nem szabályozza. Ez az abszolút nézők, ami egy. Tudod, egy 500 milliós csoport. Na úgy más. És abból, abból az, 500 milliós, az 500 milliós csoportból eltűnt 120, az csúnya történet, mert az azt jelenti, hogy a 23 százalék visszaesést. Tehát ez a, ez a 23 százalékos visszaesés, ez, ez azért mondjuk komoly. De ne csodálkozzunk, tehát amíg a versenyek 75 át egy ezüstre színezett autó nyeri, addig hát na. Nem, nincs értelme nagyon megnézni. Tehát, igen, 2018-ban például én is úgy voltam vele, hogy a kanadai nagydíjtól a. Hát szerintem a belga nagydíjig egy kört nem néztem meg. Összefoglalókat megnéztem, szöveges közvetítést, amikor nem. E, mit utaztam, és akkor volt a futam, akkor esetleg elolvastam, de őszintén nem láttam semmi értelmét, mert ez, ez kicsit a Monty Pythonossá vált az egész, hogy így. Megfogsz egy sablont, és le tudod írni, hogy mi fog történni. Most is mondok nektek egy éves bingót, csak így fejből. Télen nagyon jó lesz a Ferrari a Mercedes 130 kilós homokzsákokkal fog körözgetni két hétig, a média felhájpolja, hogy na most verhető a Mercedes, kigurulnak Melbourneben, az időmérő előtt a három szabadedzés még szoros, még a Q3 is, Q1 is szoros, Q2-ben a Mercedesnél feltekerik a, nem tudom én, nulláról 5%-ra a motort, oda basznak 8 tizedet az egész mezőnynek, és megint elmehetünk síni, hogy hát, Azért megpróbálták. Jó volt. Tehát komolyan mondom, az évek óta az autó bemutatók, a téli tesztek, és úgy körülbelül az első futam hétvége a Q2-ig. Ennyi izgalom jut. Mármint, hogy így reálisan nézve a bajnoki címet tekintve. Utána meglátod, hogy mekkora a különbség, és így... Hát... Az esőben még bízhatunk. Egy-két káosz futam lesz. Egy-két káosz futam lesz, de hogy itt itt senkinek nem terem babér, az már. Jó, de hát Szabi, mi ingyencek vagyunk, mi arra az egy-két káoszfutamra menjünk. Meg a meglepetés. Ez igaz. Ez így van, tehát mi abszolút erre gyúrunk itt a ground effectnél, de nagyon el tudom képzelni, hogy mondjuk, mondok egy hülyeséget, Gips Jakab, <coughs> hazamegy érted a munkából, leül, péntek este, megnéz, hogy lesz ez a forma, egy, már hat éve Hamilton nyer, Inkább megnézem az MB 1 es meccset. Puh, azt kész. És ennyi volt. És nem tudom hibáztatni. <laughs> Szabi most mondtad 2018-at, én 15-ben csináltam ugyanezt. Igen. Pont ugyanezt. Kb. 3-4 futamot néztem az év elején, és aztán egyet -egy se. utólag visszanéztem egy, egy, összefoglalót. Már akkor ugyanez volt, ugye teljesen 14 után fölény. Teljesen mindegy, hogy ki, mert most felőlem akár lehet a Williams is fölényben ugyanez. Persze, tehát ez nem, és ez nem a, de igen, még el, mielőtt megint megkapjuk, hogy sok sikert kívánunk a, <coughs> sok sikert kívánok itt nekünk a Mercedes szurkolói oldalhoz, nem, nem, nekünk, nekünk egyrészt uh, van problémánk azzal, hogy a Mercedes elől van, de nem azért, mert a Mercedes van elől, hanem mert annyira elől van, és ezt semmilyen csapattól nem néznénk el, így igazán jó szívvel. A, másik problémánk meg ezzel az, hogy mi nem szurkolunk úgy nagyjából senkinek sem hivatalosan. Tehát, és ezt megint szeretném elmondani, hogy mivel voltunk már Ferrari effekt, Red Bull effekt, Toto effekt, Mercedes szurkolói oldal, mit tudom én, Fettel fan oldal, Verstappen fan oldal, innentől kezdve én azt gondolom, hogy aki innen nem látja azt, hogy próbálunk, próbálunk nem részrehajlóan dolgozni, az vak. Bocs. Reméljük, hogy a formegy azért nem fog kihalni azelőtt, mielőtt felérünk a csúcsra és meghódítjuk a világot. Mm. De, de az már nem ennek a kibeszélőnek a része. Köszönöm, hogy itt voltatok. Reméljük, sikerült véghallgatni, végjutni ezen az adáson. Jövő héten találkozunk még egy utolsó ilyen, ilyen szurkolói téfitek témában. Már igazából a listának a felén túljutottunk, szóval. Most már csak az igazi, jó, megosztó, ínyenc dolgok maradtak hátra. Mi eddig miről beszéltünk? Jó, ez még csak a bemelegítés. Hát jó, oké, de most megyünk bele a pilóták közötti szemesedésbe. Oh! Jövő héten hozom a radioaktív elleni cuccaimat. Igen. Úgyis, figyeljetek, tehát jövő hét után nulla feliratkozó. Á! Ah! Nem, nem lesz ezzel gond. Hát, ha tetszett a videó, azért dobjál légy szíves egy lájkot, meg iratkozzál föl, meg nyomd be a kis csengőt, meg akkor gyere egyébként tényleg pétronra dobjál nekünk egy sört havonta, és akkor mi tudunk egyébként tovább fejlődni így minőségileg, és akkor most sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!